Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket a Szent Gellért fórumból, ahol megállt parancsolna a listavezető Győr csapatának a Szeged Csanád Grosics Akadémia. Fussunk át gyorsan a két együttes összeállítás, ha minden igaz, akkor az Eto FC Győr egy 3-5-2-es formációban lép a pályára, a kapuban Ruiz áll, majd előtte a három belső védő Keresztes, Boldor, illetve Szépe lesz, a középpályán Vera, Tóth Rajmund, Anton, Bumba, valamint Viana szerepel majd, elől pedig Skvárka, illetve Csóka futballozik majd. A Szeged Csanád Grosics Akadémia összeállításában mindössze egy változtatás történt a szombathelyi haladás elleni 1-1-es döntetlenhez képest. Bíró Bence helyére bekerült a csapatba Márkvárt Dávid, ennek tükrében Alekszandár Sztevánovics a következő felállásban küldi pályára csapatát. A kapuban Molnár Farkas Tamás, előtte Köncei, Szilágyi, Nagy, illetve Gera alkotja a védelmet. A három belső középpályás Márkvárt, Haris, illetve Nyári lesz. A jobb szélen Prosser, a bal oldalon Óvári szerepel majd az egyszemélyes támadó hadsereg szerepében, pedig Gajdos Zsoltot láthatjuk majd, aki szombathelyen megszerezte első gólját a bajnokságban. A mérkőzés játékvezetője Cirkelbach Péter lesz, aki Pécsről érkezett, segítői Nagy Viktor, illetve Dobos Dávid lesznek, a tartalék játékvezető szerepében pedig Katona Balást láthatjuk majd. A hangulatra ezúttal sem lehet panasz. A megközelítőleg olyan 2000 néző látogathatott ki eddig a Szent Gellért fórumba, de még továbbra is szállingóznak a drukkerek a lelátókra. Emlékezhetünk a legutóbbi hazai mérkőzésen, a Budapest Honvéd csapatát kiváló atmoszférában sikerült 1-0-ra legyőzni, akkor több mint 3000-en látogattak ki, hát bízzunk benne, hogy most is megközelíti ezt a nézőszám. Tiszta fehérben láthatjuk majd a vendég Győr együttesét, még hagyományos kék-fekete csíkos szerelésében futballozik majd a házigazda. Speciális kezdőrugásnak lehetünk szemtanúi, ugyanis összesen 4-en neveztek erre az alkalomra. 4 unokatestvér, egészen pontosan Üveg Dániel, Üveg Dénes, valamint Máté Anna és Máté Ádám végezték el a kezdőrugás szegedi drukkerekről és foci fanatikusokról beszélhetünk az ő esetükben. Reméljük, hogy győzelemmel gazdagodnak majd, egy győztes élménnyel gazdagodnak majd a mai este folyamán. El is kezdődött a mérkőzés, a vendég Eto FC Győr indíthatta el a játékot, Köncei, Skvárka, 5 különböző nemzetiség alkotja a Rába partiak kezdőcsapatát, van a kezdőben argentin, román, szlovák, portugál, illetve természetesen magyar játékos is. Prossernek kicsit hosszú volt ez a labda, egy megerősített légiósokkal is felturbózott kerettel vágott neki ennek a bajnokságnak a Győr, és az eredmények azt igazolják, hogy ez a húzás nyerőnek bizonyul eddig. 11 fordulót követően vezetik a Mercantil Bank Liga tabelláját a portugál António Muñoz tanítványai. Mindössze egyszer szenvedett vereséget a bajnokság során a Győr, a Nyíregyháza tudta őket 3-2-re legyőzni. Igaz, ugyanez elmondható a Szeged Csanád Grosics Akadémia csapatáról, és csak egyszer szenvedtek vereséget, még a Csákvár ellen itt a Szent Gellért fórumban. Óvári iramodott volna meg időközben, de nem fért a labdához. Számára különleges lehet ez a mai találkozó, hiszen az előző szezont a győrieknél töltötte. Ezzel kapcsolatban a klub honlapjának adott interjúban el is mondta, hogy tulajdonképpen 2 hete nagyon izgatottan várja már ezt a mérkőzést, ahhoz, hogy feljebb zárkózzon a csapat a feljutó helyekhez. Itt ma jó eredményt kellene elérni. Prosser nem bírta meg szelidíteni a labdát, Keresztes pedig azon nyomban elkéri a labdát, hogy Viana minél előbb bedobhassa azt. Könce is, Kvárka hámozta ki a labdát, ez a sarokkal tett tovább labda is jól nézett ki. Vera fejlődött fel a jobb oldalon, lekészíti lövésre, húha! A Lufthansa járata megérkezett a Szent Gellért fórumba. 5-össel Paul Anton eresztett meg egy lövést, amely tulajdonképpen hát így egy szögletre még jó lett. Továbbra is azt magyaráz a csapattársának, Verának, hogy legközelebb hova tegye a labdát.
kicsiben végzik el a győriek a mérkőzés első sarokrúgását, amelyet egy újabb követhet. Prosser állta útját a beadásnak. Harmadik perc, Schwarka megint kicsiben végzik el a vendégek, de ezúttal sem volt hatékony ez a figura, ugyanis lesre futott a beadó játékos. Megjön a szegedi drukkerek hangja. Bizony el kell a biztatás, ezt megjegyezte Óvári Zsolt is, illetve Alekszandár Stevanovics is. A szegediek mestere kiemelte, hogy nagyon jó hangulatban sikerült legyőzni a honvédet, és a szurkolók támogatása mindig egy olyan fajta pluszt ad a játékosoknak, amely segítségével ilyen igazán nagy csatákból győztesen lehet majd kikerülni. Hát most Márkvárt vesztesen került ki ebből a csatából, de azért, mert odapakolt neki egy jókorát Tóth Rajmund. Ő egyébként a győriek bónuszjátékosa, fiatal játékosa, a szegedieknél ugye Gera tölti be ezt a szerepet. Márkvárt. Jó észrevétel, Prosser indul meg az üres területbe, de ragyogó ütemben mozdult ki a kapujából Ruiz. Márkvárt ugye legutóbb még a Tiszakécske elleni találkozón kezdett, akkor a hajrában a kiállítás sorsára jutott, így a honvéd ellen rá nem számíthatott Stevanovics mester, a haladás otthonában pedig csereként lépett pályára. Gajdos próbál meg zavart teremteni egy letámadással, nem feltartott kézzel lépett pályára a szegedi alakulat, viszont nem szabad fejjel rohanni a falnak, mert abból komoly gond lehet, egy oldalváltás. Viana feje fölött átpattan a labda, így aztán Köncei jöhet bedobással. Gajdos, aki amolyan hamis 9-es szerepkörben mozoghat ma, hiszen sem bíró, sem borvető nem került a kezdőcsapatba. Haris, nem indult el Prosser erre a labdára, de nem is kellett igazából, hiszen Győri lábról ment ki az oldalvonalon túlra. Haris, Nagy Zsombor, Gera, bátran megiramodik Gera, de nem tudta magát átfűzni Bumbán. Bumba nem csak a győri csapat, hanem a Mercantil Bank Liga leggólerősebb játékosa, 7 találattal vezeti az MB2 góllövő listáját, rá nagyon oda kell figyelni, tehát tulajdonképpen mindenkire a győri együttesből. Mészáros Márka szegediek videóelemzője arra hívta fel a figyelmemet, hogy egy nagyon játszós kis csapat ez a Győr, tulajdonképpen a játék minden elemében kimagaslót nyújtottak az eddigi találkozók során, és személy szerint Anton Paulra, a román középpályásra hívta fel a figyelmemet különösen, ő a mozgatórugója a Rába parti alakulatnak. Schwarka hát belebonyolódott a labda átvételbe, pedig viszonylag tisztán kapta a játékszert. Az ő neve azért valamelyest ismerősebb lehet a magyar futballt követő drukkereknek. 2019, illetve 21 között a Ferencváros csapatát erősítette. Anton indítását figyelhetjük, ami hajszálpontos volt Verának. Az argentin szélső viszont nem tudta betenni középre a labdát. Anton. Minden támadás rajta keresztül folyik, így az ő semlegesítése kulcskérdés lehet. Megint csak a jobb oldalon próbálkoznak a vendégek. Szépe. Boldor. Anton. Schwarka nagyon mélyen lépett most vissza a labdáért. Az Európa Liga csoportkörében is szerzett gólt. Történetesen az Espanyol ellen büntetőből. Komoly nemzetközi rutinnal bír tehát. Paul Anton pedig az előző idényben a Román Liga legjobb játékosai közé sorolták. Nem véletlenül tartanak tőle a szegediek.
Megint nála a labda. Egy merész indítás. Ott van Köncei biztosítani, de kellett végül is neki közbeavatkoznia. Gera. Nyári. Kicsit csínbe kapta Óvári, nem is tudta megmenteni. Egyelőre a védekezés emészti fel a szegedi energiákat. De egy kontra lehetőség bármikor benne van a mérkőzésben. Továbbra is szállingóznak a nézők a lelátóra. Érdemes időben megérkezni a stadionhoz. Főleg az ilyen kiemelt mérkőzések során. Viana. Kvárka fejeli egyből tovább. Szilágyi hagyja, hogy kimenjen. Szilágyi számára szép emlékeket ébreszthet a Győr elleni párosítás, ugyanis majdnem egy évvel ezelőtt napra pontosan 2022. augusztusában az ő góljával sikerült az Etó Parkban legyőzni a Győr együttesét. Akkor hátrányból fordítva 2-1-es szegedi diadal született, a másik gólt Gajdos Zsolt szerezte. Óvári mozgott be az üres területbe, így aztán felvehette a labdát. Köncei fejlődött fel a jobb oldalon. Köncei, többen is bemozognának, de inkább rászúrja Köncei, blokkolják a lövést, de visszakerül a labda a szegediekhez. Prosser. Kijött most a szorításból a kék-fekete együttes, és ügyesen megbecsülik a labdát Szilágyiék. Haris. Azt várta volna, hogy Gera elindul, de nem így tett. Nyári. Márkvárt. Szilágyi. Nyári nem adta egyből, és ennyi idő pont elég volt Tóth Rajmundnak arra, hogy odaszúrjon. Márkvárt. A legutóbbi három mérkőzésén nem csak győzött, hanem mondhatni gólzáporos diadalokat aratott a Győr. Na de figyeljük inkább Gera labda átvételét, és aztán a beadását, amely nem lett volna rossz, viszont nem volt most meg az összhang Gajdos és Prosser között. Hát az előző fordulóban a Budafokot győzték le 4-1-re Antonio Munoz fiai, azt megelőzően a Soroksárt fektették két vára 3-1-es győzelemmel, azelőtt pedig a Siófoknak rúgtak 4-et, ellenben 2-t kaptak a balatonparti alakulattól, tehát nem lesz egyszerű féken tartani a győri támadókat, de ettől szép a futball, hogy az ilyen nehéz feladatokkal is meg kell birkózni. Tóth Rajmund. A 11. percben járunk. Anton indítását szemlélhetjük, amely Tóth háta mögé érkezett, így aztán kirúgás lesz a dologból. Született már meglepetés ebben a fordulóban. A Mosonmagyaróvár megszerezte első győzelmét a bajnokságban, egy hajrában szerzett gólnak köszönhetően 2-1-re legyőzték a szombathelyi Haladást. Hosszú veretlenségi sorozat végére tettek ezzel pontot. Prosser. Köncei. Négyen is visszazárnak a vendégektől, Gajdos pedig lesse futott időközben. Adódhat a kérdés, hogy hogyan lehet legyőzni egy ilyen jó erőkből álló együttest, mint a Győr. Ezzel kapcsolatban Alekszandr Stevanovics azt mondta, hogy nagyon kompaktan, fegyelmezetten, agresszívan és a koncentrációt a végsőkig megőrizve kell futballozni, csak ekkor lehet esély. Gera labdát találta el, mondom én, de aztán az asszisztens jelzésére végül is közbesípolt Cirkelbak Péter. Az utóbbi időben nem nagyon vezetett másodosztályú találkozót Cirkelbak, elsősorban az NB1-ben lengetett, tulajdonképpen az első, illetve a másodosztály határán mozog a játékvezető. Nem véletlen, hogy őt delegálták
erre a kiemelt fontosságú mérkőzésre. A 13. perc végénél járunk. Paul Anton készülődik szabadrugáshoz. Nem volt veszélytelen, sőt, mi több. A Líc alól kellett kipaskolni a Molnár Farkas Tamásnak. Nem igazán volt erős ez a fejes, viszont kellemetlen ívben szállt, így az is lehet, hogy bepottyant volna, hogyha nem tenyereli ki a kapus. A 14. perc. A sarokrúgást is Anton fogja elvégezni. Ez lesz a harmadik győri szöglet. Ezúttal nem kicsiben végzik el. Veszélyesebb is volt, mint az eddigiek. Kirúgás lesz. Gyorsan elvégzi a kirúgást Molnár Farkas, hiszen Prosser remekül mutatta magát. Gera? Ez ügyes játék. Óvári nyargalhat a kapu felé. Tóth Rajmund vele szemben. Nem volt szándékos hazaadás, így aztán a győré a labda. Boldor, a román hátvéd. Keresztes. Viana, egy portugál nemzetiségű. Könnyen szót érthet tehát a vezetőedzővel. A Szegednek is volt korábban portugál mestere. Emlékezhetünk, még João Janeiro irányításával jutottak föl a kék-feketék az NB2-be a 18-19-es szezon végén. Viana a bal oldalon. A beadás Nagy Zsombornak kellett kifejelnie. Nem volt egyszerű mozdulat, mert hát a mögé kanyarodott a labda, és onnan kellett kistukkolnia. Jó a védekezés Óváritól, kirúgással jöhet a házigazda. Szilágyi. Egyelőre abszolút egyenlő erők küzdelmét láthatjuk. Vajdos próbál labdát szerezni, de nem jár sikerrel. Boldor teszi középre. Szépe. Tóth. Bumba. Nem sokat volt egyelőre Bumbánál a labda. A Kisvárdán robbant be a magyar futballba. Ezúttal a másodosztályban próbálja megállni a helyét. Viana átszáll a hosszún a labda, hú, de kellett Gerától, hogy kicsúsztassa. Kicsit most bealudt Óvári, az ő embere. Vera tört volna kapura, nagyon fontos pillanatban csúsztatta ki rendkívül hatékonyan a labdát Gera Norbert. Skvárká, kétszeres szlovák válogatott, 2017-ben Uganda, illetve Svédország ellen két barátságos mérkőzésen szerepelt a szlovák nemzeti csapatban Mihály Skvárká. Boldor. Anton, újabb hosszú indítás. Nagyon mély volt ez. Az látszik, hogy előszeretettel kéri le a labdákat, és nyújtja meg aztán egy-egy ilyen indítás formájában, de ezek hatékonysága azért egyelőre nem az igazi. Gera fejjel tovább, megelőzi Kóvárit. Anton. Tóth fölöslegesen pörgette föl, Haris könnyedén lelopta a lábáról.
azért hallgattam el, mert mindig élményszámban megy, amikor a B közép, illetve a hosszanti lelátó felváltva bíztatja a csapatot hangos hajrászeget kiáltásokkal. Van bemozgó ember, ver a személyében, és maga elé engedi a labdát, rásuhintja, de eltörte. Ez a mi nagy szerencsénk. Nem volt lesen Vera, ez tulajdonképpen csak és kizárólag az argentin játékoson múlt, hogy nem lett gól. Ezekre nagyon-nagyon oda kell figyelni, megint csak Anton volt az, aki karmesteri pálcával a kezében megszabta a fazonját ennek az akciónak, Vera pedig könnyedén gólt szerezhetett volna. Gajdos, ez nem jó. Bumba. Haris. Nagyon kis területen zajlik ott a játék. Újabb kiugratás, jön ki a kapujából Molnár Farkas, és így is van, nem kell azt megfogni. A kirúgáshoz fel lehet állni, lehet rendezni a sorokat. Alapvetően egyébként talán jobban fekszik a szegedieknek az ilyen típusú ellenféllel szembeni játék. Láthattuk több ízben, és amikor dominálni kell, az sokszor nem úgy csül el, ahogy azt az ember szeretné. Például a Csákvár vagy a Tisza Kécske ellen. A kontrákra berendezkedve viszont sokszor hatékonyabban tud érvényesülni Alekszandár Stevanović együttese. Tess volt közben, Prosser helyezkedett rosszul. Anton. Megvan a labda, Nyári fordulhat a győri kapu irányába. Előnyszabály, Óvári, egy kis flipper, aztán keresztes vágja ki a veszélyzónából. Nem lennék meglepődve, ha kapna egy sárgát utólag a győri játékos. Bizony, oda is hívja magához Zirkelbach Boldort. A győriek román hátvédje kapja az első sárga lapot a mérkőzésen. Jól alkalmazott előnyszabályt a játékvezető. Ígéretes támadást vezethetett a Szeged. Az más kérdés, hogy nem sikerült kapura tartó lövéssel lezárni az akciót. Márkvárt. Szilágyi. Prosser lépett vissza, észre is vette őt Szilágyi. Prosser, hát megvan még a labda, szerencsére Nyári nem adta egyből, utólag meg már nem adhatta. Gera, szép összjáték volt. Verára vezetheti rá Gera. Márkvárt. Jaj, de jó lett volna, ha eljut Óvárihoz. Vissza kell támadni, és megakadályozni a kontrát. Tudja ezt nagyon jól Márkvárt. Csírájában folytotta el a győri ellentámadást. A szegediek korábbi válogatott középpályása. Munoz azt reklamálja, hogy ez miért nem volt sárga, azért Boldor belépője jóval keményebb volt ennél. Viánák, Köncei felborítja őt hátulról. Bizony egy-egy ilyen belépő azért elveheti a kedvét az amúgy virtuóz győri szélsőknek.
mivel az ellenfél tér felén történt, így mondhatni belefért. Keresztes. Viana. Márkvárt lépett vissza jó ütemben. Antonnál jár a labda. Prosser. Egyelőre neki is a védekezés emészti fel az erejét. Vakmerő szóló a saját kapuja irányába, de összejött a dolog. Haris. Prosser teljesen tisztára játszotta magát, és ad egy nagyszerű labdát Óvárinak, ez is lap kell, hogy legyen. Sárga lap, viszont nem Boldor kapja, hanem a másik hátvéd, Szépe. A szegediek azt reklamálják, hogy ez miért nem piros, amikor ígéretes helyzetben törhetett volna ki Óvári. Na ezt érdemes lesz majd visszanézni. Minden esetre a három belső védője közül kettő is besárgul, még az első fél időben az Eto FC Győrnek. Nagyon vigyázniuk kell. Perc. Mindenki elbattyog onnan, Márkvárt kivételével, ő végzi majd el a szabadrugást. Lágyan a védelem mögé, Szilágyit keresve. Többen kérnék a második hullámban, de nem jut el középre. Haris, többen is kispriccelnek most a vendégektől. Kijön a szorításból a Győr. Köncei, ott eltüntette Szilágyi az embert. Cirkelbach árgus szemekkel figyelte az előrehúzódó szegedi védő minden egyes megmozdulását. Nem csoda, hogy lefújta. Ruiz. Vera tette hátra Szépének. Nagy birkózik, és meg is nyeri ezt a légi csatát. Gera? Újabb jó közbeavatkozás Nagy Zsombortól. Nyári Patrik mellett próbálnak elmenni a győriek, és úgy tűnik, hogy ez össze is jön, de végül is az utolsó utáni pillanatban közbelép a szegedi középpályás. Bumba tört a szegedi kapu irányába. Nyári Patrik viszont nem hagyta ezt annyiban. Úgy látszik, hogy letettek a kis szögletekről a győriek, látva az első két kísérletet. Ez lesz a negyedik vendégsarokrúgás. Természetesen Anton végzi el. Kezezést reklamálnak, de nem történt szabálytalanság. Gajdos húzta ki az öt és felesen belülről. Vera fejjel teszi tovább Skvárkának, nem nagyon támadja őt senki. Anton várna több mozgást föntről. Egyelőre aktívabb a győriek jobb oldala, és emlékezhetünk, a mérkőzés eddigi legnagyobb helyzete is azon az oldalon történt, amikor Vera tört Molnár Farkas Tamás kapujára. Ruiz kivárt a végsőkig, jó a megelőző szerelés Márkvártól. Viana.
Bumba. Márkvárt. Nagyon hasznosan futballozik ma is Márkvárt Dávid. Abszolút rászolgált a vezetőedző bizalmára. Keresztes. Skvárká. Türelmesen játszik a Győr. Várják a megfelelő pillanatot Antonék. A Szeged pedig nagyon hatékonyan és fegyelmezetten védekezik egyelőre. Azt az egy rövid záratot leszámítva, amikor Vera kapura tört. Makulátlan a szegedi védekezés. Gajdos. Nem fért a labdához, Boldor teszi hátra a kapusnak. Érdekes, Győrből is érkeztek drukkerek, de ők csendesen ülve szotyizgatnak. Kizárólag a szegedi tábor hangját hallhatjuk ezen a mérkőzésen. Bumba megtalálta Svárkát. Egy lövés, hát ilyen lövés lehet bármikor. Alaposan lecsúszott a szlovák játékos lábáról a Laszti. Két gólja van Skvárkának, ne is legyen több a mai este folyamán. Kozár Mislen időközben megszerezte a vezetést Ajkán. A többi velünk egy időben zajló mérkőzésen gól nélküli döntetlen az állás. Csak úgy, mint itt. Vera. Sarokkal tovább Anton. Boldor. Keresztes. Húha. Dadog a labda a vendégeknél. Erre lecsaphat Prosser. De szépen csinálta, és most hárman, négyen is megiramodnak a kék-feketék közül. Márkvárt próbál befutni a területbe, Prosser lövi rá, új, nem maradt elég ereje a lövésre. Kár érte, mert majdnem sikerült kihasználni ezt az ajándék labdát. Egyszer, ha megszakadna, áttörne a jég. Prosser Dánielnél lesről lépett vissza Márkvárt, úgyhogy szabad rugás lesz kifelé. Nagy kár ezért a lehetőségért. Ugye Prossernek még nincsen gólja tétmérkőzésen a Szeged Csanád Grosics Akadémia színeiben. Az edzőmérkőzéseken szép számban termelt, 4 alkalommal is betalált. De hát az számít, hogy a bajnokságban hogyan muzsikálnak a játékosok elsősorban. Megint a labdaszerzés nagyon jó volt, a saját térfeléről egészen az ellenfél 16-osáig vezette a labdát, de a lövés nem volt az igazi. De most már gyakorlatilag a helyzetek számát tekintve is kijelenthető, hogy egyelő erők küzdelmét láthatjuk. Skvárkvár lopakodott be Gera mögé. Mire kimondom ezt a nyelvtörőt, már Molnár Farkasé a labda. Túl vagyunk a mérkőzés első harmadán, és abszolút megállja a helyét a szegedi csapat. Köncei. Itt volt már. Bumba hiába kanalazta be középre. Szegedi dobás lesz. 2-vel vezet már időközben a Kozár Mislen Ajkán. Haris. Hidegvérű csel Tóttal szemben, meg is tapsolja őt a közönség. Nagy. Gera. Megelőzte őt Vera. Nyári.
kint volt már. Skvárkát, teljesen tisztán kapta most középen a labdát. Lendületből vezethet támadást a Győr. Bumba, Viana. Sikerült visszarendeződni, Keresztes. Keresztes lopja a távolságot, majd teszi be középre, Gera. Gajdos, ellenfélhez pattant tőle a labda. Vera. Gera sokat szól, jól blokkol. Na most megjön a vendégtábor hangja. Anton. Hát ezt nem tudom, hogy így akarta-e. Kirugás lesz. Óvári lemaradt közben a földön. Fájdalmas arccal a combjához kapott, a comb hajlítójához egészen pontosan. És ápolásra lesz szükség, mutatja Cirkelbak Péter. Érkezik dr. Turzó Balázs, illetve Botta Gábor a pályára. Hát ez nem jó előjel. Márkvárt, illetve Gajdos, valamint Prosser is kihasználja az alkalmat, és kijön ide a szegedi kispadhoz némi frissítőért. Vajon tudja folytatni Óvári? Jó lesz, mutatja Botta Gábor, masszőr. Egyelőre. Nem kell tehát változtatnia Alekszandár Sztevanovicsnak. Vezet időközben a Vasas a Nyíregyháza ellen. A Nyíregyháza az egyetlen veretlen csapat a bajnokságban. De ha így marad, akkor elveszíti veretlenségét. Ez pedig azt jelenteni, hogy még közelebb lehetne zárkózni a feljutó helyekhez. Boldor. Kevesebb, mint 10 perc van már csak hátra az első félidőből. Továbbra sincs gól. Szeged és a Győr összecsapásán. Becsapja Anton Nyárit, és megtalálja az utat a jobb oldalon felfejlődő Verához. Skvárka, a frissen visszatért Óvári ütközte le Verát. Ismét az argentinnál a labda. Skvárka, Haris biztosít, Molnár Farkas pedig jön. Óvári megint lekuporodott a földre. Úgy látszik, hogy akkor mégiscsak le kell őt cserélni. Borvető Áron érkezik a Szeged Csanád Grosics Akadémia csapatába, ez pedig vélhetően azt eredményezi majd, hogy Gajdos húzódik ki a bal oldalra. Vastaps közepette hagyja el a pályát Óvári. Kényszerűségből változtat tehát Alekszandár Sztevanovics. Jön tehát Borvető, van most már egy klasszikus centere a Szegednek, Gajdos pedig talán a szélen jobban tud majd érvényesülni. Egyelőre keveset volt játékban. Na
Nagy. Vajdos rögtön meg is indul. Nyári, hát a mögé jött, de végül is Márkvárt begyűjtötte. Maradhat a labda a szegedieknél. Haris. Köncei ügyesen egyből tovább. Prosser. A labdát találta el keresztes. Borvető szépen simította le Márkvártnak. Gajdos már a bal oldalon. Nyári támadja a területet, kapja is a labdát. Nyári, most kéne egy jó beadás. Belelépnek, de egy szögletre még így is jó lett Nyári. Lássuk, mire megy Márkvárt az első szegedi szöglettel. 39. perc. Szilágyi emelkedik, Borvető gól! Megszerzi a vezetést a Szeged család, Grosics Akadémia a csereként beálló Borvető Áron góljával. Micsoda húzás volt ez Alekszandár Sztevánovicstól. Jó, hát némileg kényszerűség szülte, de mégis jól sült el. Nagyon jó volt a középre ívelt labda Márkvártól, Szilágyi jól érkezett a röviden, és szépen csúsztatta meg a hosszú felé. Borvető pedig ettől igazán jó csatár, hogy az ilyen helyzetekből betalál az ellenfél hálójába. Megvan tehát a vezetés az első félidő hajrájában. Borvető Áron találatának köszönhetően. És eddig valahányszor gólt lőtt Borvető, a Szeged mindig nyert. Hát kívánom, hogy ez a jó sorozat folytatódjon ma is. És akkor most valamin változtatnia kell a Győrnek, mert ez az eddigi kényelmes játék és kivárásra alapuló taktika nem biztos, hogy célra vezető lesz. A szegediek pedig felbátorodva, újabb önbizalom fröccshöz jutva folytathatják azt a kompakt és fegyelmezett játékot, amelyet eddig produkáltak a találkozó során. Nagy Zsombor. Nyári. És ő harcolta ki a szögletet, arról se feledkezzünk meg. Gajdos, most biztos, hogy nem volt lesen, csak nem tudta átvenni a labdát. Újabb támadást kezdeményez a Szeged. Gera húz befelé, Borvető. Márkvárt, Köncei kéri, de nem ő kapta volna, hanem Prosser, de újból építkezhet Márkvárt. Köncei, Haris. Skvárká négyen is lezárták a területet Haris előtt. Szilágyi ragyogóan. Haris szerzi vissza. Eltűnt Borvető középen, és kifelé lesz szabadrugás. Hát ezt nem hiszem el. És még magához rendeli Cirkelbak Borvetőt, csak ne legyen sárga belőle. Azért is érdekes, mert a Boldornak már van egy sárga lapja, tehát adott esetben egy-egy ilyen lerántásnál könnyen lehet, hogy a tűzzel játszik a román hátvéd.
mégis most borvetőt látta szabálytalannak a játékvezető, és neki tart egy rövid kis előadást. Szerencsére megúszta lap nélkül. Köncei. Ez is szabálytalan volt. Ez most azért nyilvánvaló volt. Márkvárt pakolt egyet oda Skvárkának. Ez a kis időt, ami még hátra van az első félidőből, ki kellene húzni valahogy kapott gól nélkül, és a szünetben lehetne egyet szusszanni. Anton. Negyvennegyedik perc. Szokás szerint Anton áll a labda mögött. Hosszúra küldi, Boldor befejeli középre, jön Molnár Farkas, és nagyon határozottan lehúzza a labdát. Gera pedig robog előre a bal oldalon, és most kettő az egyben lehet támadást vezetni. Prosser kéri középen. Gera! Kicsit lelassult, de megvan még a labda. Gera! Jön a betett labda középre, Vera fejeli ki. Borvető lehet, hogy eltalálta. És akkor most kap sárga lapot Borvető. De jó, hogy az előbb nem kapott. Boldor. Nyilván lesz ráadás, már csak Óvári ápolása véget is. 2 perc. Most mutatta fel a negyedik játékvezető. Ennyit kell még valahogy kibírni itt az első félidő hajrájában. Gera. Teszem hozzá, nagyon szépen tette középre a labdát Gera az imént. Nyári. Egy támadás még mindenképpen beleférhet. Prosser szaporázza lépteit, de túlságosan hosszú neki ez az indítás. Hát a góltól felbátorodott a Szeged, az amúgy sem megszeppenve játszó Szeged, a győriek pedig szemlátomást némileg zavarba kerültek Borvető Áron góljától. Szilágyi. Köncei lefogta neki az embert, Borvető nem tudta megtartani most, viszont jól reagált a labdavesztésre Haris. Anton vissza Verához, ketten játszottak volna össze, hát lehet, hogy valami argentin szappanoperából leste el ezeket a mutatványokat Vera, mert sokat szorra hempereg egy jó nagyot a földön. Skvárká, megtalálták labdával, Viana teheti középre, Köncei, ránéz az órájára Cirkelbach, de mivel nem szabadult még fel a kapu teljesen, ezt a támadást még engedi. Anton, lágyan alányul, Köncei fejelnék ki, Prosser, na hát ha egy kontrával még kapura lehet törni, tesz egy tiszteletkört Prosser, és aztán megtalálja Nyárit a túloldalon, egy lehelletnyit hosszú volt ez a labda. Az észrevétel viszont díjazandó. Haris. Itt a vége az első félidőnek. Kedves nézők, a Szeged Csanád Grosics Akadémia egy nagyon fegyelmezett, nagyon agresszív játékkal rukkolt elő a listavezető Győrrel szembeni mérkőzésen, és ennek eredményeként Borvető Áron 39. percben szerzett góljával, mondhatni megérdemelten, vezet egy félidőnyi játékot követően. Bízzunk a hasonló folytatásban, maradjanak velünk, rövidesen jövünk a második félidővel.
ebben a pillanatban el is kezdődött a második félidő, amelyet a szegedi együttes kezdhetett el. A szünetben is volt egy ünnepélyes kezdőrugás, nevezetesen a szegedi futball élő legendája Kozma Zoltán indította el jelképesen a maradék 45 perces útjára a labdát. Kozma Zoltán 1972 és 86 között szerepelt a város akkori első számú csapatában, a Seoul AK-ban, és összesen 215 élvonalbeli mérkőzésen 16 gólt szerzett. Karrierje során végig hűséges maradt Szegedhez, sokak számára példakép lehet. Borvető nem tudta jól megjátszani Prossert, pedig egy jó labdaszerzésből indulhatott volna egy újabb akció. Márkvárt becsúszva jutott a labdához. Nem változtatott egyik vezetőedző sem a szünetben, ugye szegedieknél egy csere már történt kényszerűségből. Óvárit váltotta az a Borvető, akinek a góljával egyelőre vezet a Szeged, de hogy ez így marad-e a következő támadás után is, az még kérdés. Haris kezeskedett erről. Szilágyi nem a legjobb helyre, de aztán Borvető megoldja nagyon elegánsan. Borvető, állj de kár érte. 4-1-ben lehetett volna megindulni. Ehelyett Skvárka kerülhet lövőhelyzetbe. Egyel tovább, Tóth Rajmund rászúrja. Kapu mellé ment, hát ezt földbe gyökerezett lábakkal nézték sokan, ahogy hullik a labda. Szerencsére a kapu mellett landolt végül. Győri helyzettel indul a második félidő. Ez volt a második igazán ígéretes vendég lehetőség. Az első félidőben még Vera próbálkozott, ugye. Ő sem találta el a kaput, csak úgy, mint most Tóth. Megvan a labda Nyárinak, de aztán szépen visszaszerzi. Szépen. Boldor. Skvárka. Nem volt lesen, pedig többen is erre számítottak. Jó a váltás, jön a betett labda középre. Molnár Farkas. Hát valami ilyesmi forgatókönyv várható itt a második félidőben. Veszélyes győri támadások és jelentős izgulnivaló ott hátul. Keresztes. Ruiz. Vera. Faképnél hagyta Gajdost egy megkerülős csellel. Tóth. Ügyesen váltanak az oldalak között a győriek. A beadás viszont már nem volt elég jó. Nagy Zsombor. Gera. Belelépnek a fölpaszba. Szépen leütközte Gajdost. Gera. Haris elveszíti a labdát, de visszakerül aztán a kék-feketékhez. Nyugalomra inti játékosait a mester. Bizony, valahogy jobban meg kell becsülni a labdát. Gera. Ügyesen külsővel tovább. Jó a perdítés Borvetőtől, így aztán Gajdos nyargalhat a kapu felé, de ennél azért egy árnyalatnyival hatékonyabb beadás szükségeltetik ahhoz, hogy újabb gólt szerezzen a Szeged. Nagyon szép volt egyébként ez az akció is. Kiemelendő, hogy Gera Norbert jobb lábas létére remekül játszik a baloldali védő pozíciójában. Borvető pedig ügyesen perdítette le Gajdosnak a lasztit. Vera. Elég mély ez a beadás. Szilágyinak azonban ki kellett rúgnia, mert Tóth Rajmund gorra éhesen loholt mögötte. Tóth kapja most a labdát. Haris
piszkál bele, Vera. Beteszi középre, Szilágy is tukkolja ki új fent. Orvető hibára késztette Szépét. Azért jót tett a szegedi csapat játékának, hogy Borvető a pályára került. Van egy igazán jó felépítésű támadó, aki leköti a győri védők figyelmét. Skvárká. Játssza a labdát a bal oldalra, Prossernek kell védekeznie. Keresztes Anton. Szépe. Vera, nagy nyomás helyeződik most a szegedi kapura. Köncei, Prosser kivágja. Nagyon hosszú lesz ez a hátralévő. Hát inkább nem is mondom mennyi idő, ha így ilyen mederben folytatódik a mérkőzés. Gajdos odapakol egyet. Bumba ismerte meg, milyen a szegedi vendégszeretet. Megúszta lap nélkül Gajdos. A szegediektől eddig csak Borvető kapott sárgát. Túloldalon azonban már Boldor, valamint Szépe is veszélyeztetett. Sárga ügyileg. Vera. Skvárká vissza Verához. Ügyes háromszögezés, Kvárka kerülhet lövőhelyzetbe, de nagy védés Molnár Farkastól. Ez most futball volt a javából. Ragyogó védés produkált a szegedi csapatkapitány. Ne legyen a felől kétségünk, hogy ez befért volna a hosszú alsó sarokba. 53. perc. Szokás szerint Anton végzi el a győriek pontrugását. Élesen a kapu elé. Óha, kiegyenlít a győr. A győriek is a 23-as számú játékosukat éltetik egy szöglet után, úgy, mint az első félidő végén a szegediek tették. Az előre húzódó Keresztes Krisztián bólintott közvetlen közelről a szegedi hálóba. A sokadik szögletét végezhette el a győr. Élesen jött a kapu előterébe a labda, és egy kisebb flipperezést követően végül is Keresztes Krisztián kapcsolt elsőként, és bólintotta Molnár Farkas kapujába a labdát. 54. perc, a második félidő elején viszonylag korán egalizál az Eto. És akkor most egy új meccs kezdődhet. Szívesen lemondtunk volna erről a forgatókönyvről. Azért az edzők rémám a szögletből gólt kapni, szokták volt mondani. És a szegedi gól az szemmel láthatóan egy begyakorolt szöglet variációból született, hiszen a rövidről csúsztatta a hosszú felé Szilágyi, de itt azért szerintem a szerencsefaktor győri részről nagyban közre játszott abban, hogy végül is gól született. Mert tényleg ide-oda pattogott a labda, és aztán Keresztes, hát a két 23-as számú játékos betalált mindkét oldalon. Na most nem szabad összeesni, és mondjuk egyel alázatosabb megoldás sem árt bizonyos esetben. Azt sem szabad hagyni, hogy vérszemet kapjon a győr, mert azért valljuk be őszintén, nagyon nagy elánnal kezdték a vendégek ezt a második félidőt. Anton megtalálja Verát. Egy hajszálpontos indítással. Vera, mintha kint lett volna már, mehet tovább a játék. Bumba, újfent beszorul a Szeged.
Antonnak készítik le rövésre, nagy zsombor lépett bele. Boldor, átkerül a bal oldalra a labda. Szépe. Bumba. Bepréseli Szeged csapatát a saját 16-os elé a Győr. Vera. Szépe. Anton. Köncei számított erre a megoldásra. Márkvárt. Nyári egy megkerülős cserre vállalkozott. Nem tudta ezzel becsapni Szépét. Borvető próbálta elcsenni valahogy. Boldort támadhatja ezúttal a szegedi támadó. Szépe. Eldugják a labdát a vendégek, és türelmesen keresik a rést a szegedi védelem. Pajzsán. Anton megint be tudja játszani a védelem mögé. Köncei. Nem ment még ki a labda. Tulajdonképpen egy gyertyát rugott Köncei, valahogy húzzuk már ki onnan, bravo. Anton lopja a távolságot, de nem lövi el, inkább tovább teszi Szépének. Még egyel tovább, Vera már a 16-oson belül, és kapu fölé megy a fejes. Érezhetően magasabb sebességi fokozatba kapcsolt a Győr a szünetben. Nem tudom, hogy meddig lehet ez bírni, újabb bekapott gól nélkül. Kettőt cserél a Győr. Érkezik 16-ossal Wingler László. Tóth Rajmund helyére érkezett minden bizonnyal, illetve lejön 11-essel. Így van, tehát Tóth Rajmundot váltotta Wingler, 11-essel Csóka Bálint számára fejeződött még be a mérkőzést, őt az osztrák Christopher Krön helyettesíti a továbbiakban. Tehát tulajdonképpen posztra cserélt fiatalra Munoz, illetve a támadó szekcióba érkezett Csóka helyére Krön. Bumba. Skvárka. Haris zárt vissza, de elhozza előle Vera. Molnár Farkas magához öleli, és aztán rávetődik. Nyári. Nagy zsombor. Gajdos. Jó a csúsztatás a Prosser felé, és el tudja hozni Prosser. Borvető teljesen üresen érkezik középen, ott az Itzel, kapu mellé megy. Hát nem tudom, hogy lesz ennél nagyobb helyzete a Szegednek. Könnyen megszülethetett volna Borvető második gólja. Három húzásból eljutott Ruiz kapujáig most a Szeged. Gajdost dicsérjük meg, mert ragyogóan fejelte le a labdát. Prosser kellően agresszív és agilis volt ahhoz, hogy elhozza védője elől a játékszert. Borvető pedig ajtóablak zicserben ezúttal nem találta el a kaput. Nagy kár érte. Marad az 1-1. Újabb labdaszerzés. Haris. Gajdos. Lehúz az alapvonal felé, Gajdos majd ballal beteszi középre, kiharcol egy szögletet,
A visszahúzódó Viana bólintotta ki a labdát az alapvonalon túlra. Megjön most a szegedi tábor hangja. Hosszú idő után kijött a szorításból Stevanović együttese is. Ne feledjük, a legutóbbi szögletből gól született. A 61. perc. Rosser a hosszú felé Gajdost keresve. Nem volt rossz az ötlet. Ez is egy tudatos variációnak tűnt. Hármas csere lesz szegedi részről. Kilencessel Prosser Dániel battyog le a pályáról elsőként. Az ő helyére Tóth Bence jön. Kettessel Gera Norbert számára is befejeződik a találkozó. Őt Papáron váltja. Fiatalt fiatalra cserél Stevanović mester, illetve Bíró Bence is játékra jelentkezik még. Ő pedig Nyári Patrik helyére érkezik. Egy változtatási lehetősége maradt mindössze Alexander Stevanovićnak. Lássuk, hogy ezek a cserék milyen fordulatot hoznak a mérkőzés képébe. Bíró Bence ugye talán az egyik legjobb formában lévő szegedi labdarúgó. A szombathelyi mérkőzést megelőzően zsinórban 3 alkalommal volt eredményes. 3 mérkőzésen úgy értem, és a legutóbbi hazai meccset ő döntötte el a Budapest Honvéd ellen. Nagy Zsombor beáll ellenfelének, teljesen nyilvánvaló volt a szabálytalanság. Szegedi kispadján egyébként a még be nem cserélt játékosok közül Takács, Radics, Acsimovics, Palincsár, illetve Kővári várnak játékra készen. Keresztes finom csellel oldotta meg ezt a letámadást. Elég labdabiztosan futballoznak a győriek. A szegediek pedig fegyelmezetten, agresszívan és kompaktan. Továbbra is Bumba. Skvárká. Vera becsületből ugyan elindult ezért a labdáért, de sansztalan volt, hogy befussa. Újabb változtatás, de ezúttal a vendégek részéről. 25-össel lejön a sárgalapos román Boldor Dejan, az ő helyére a mali Mamadi Diarra érkezik, tehát védő helyére támadót cserél Munoz. Egyértelmű a szándék tehát. Nem elégszik meg az esetleges egy ponttal az Eto mestere. És ez minden bizonnyal szerkezeti átalakítással is jár, ugyanis egy 4-3-3-as formációra vált az Eto. Áttérnek a két belső védős szisztémára a vendégek. Borvető, neki azért figyelnie kell, hiszen egy sárga lap, tehát nem is büszke, de birtokosa a szegedi gólszerző. Vera került egy sorral hátrébb, és ő szerepel a védelem jobb oldalán. Előtte futballozik majd az imént pályára lépő Diarra. Köncei nagyon jól olvasta a játékot. Papáron, húha, oda pakoltak a bokájára, szerencsére nem sérült meg. A kispadon nincs már egyébként fiatal játékos, tehát
Vigyázni kell Papáronra. Gajdos. Saját labdájáért ment, és végül meg is szerezte. Márkvárt. Pap indult el visszafelé, a pap által ott hagyott területbe pedig Borvető lépett be, de nem jött ki a figura végül. Elpattant a labda bíró sarka mögött, és most egyérintős játékkal építkezik a Győr. Szilágyi ellentmondás nem tűrően. Borvető, szép futballt láthatunk. Egy kötény Bíró Bencétől, Papáron loholhat a jobb oldalon. Keresztes. Mind a két kapu előtt remekel a győri hátvéd. Ráadásul rárúgta Papáron lábára, így a vendégek jöhetnek bedobással. Ez ellen tiltakozik hangos ficszóval a publikum. Kettő-nullára vezet időközben a Vasas a Nyíregyháza ellen, amely már ember hátrányban futballozik. Könnyen lehet, hogy eddig tartott a nyírségiek veretlenségi sorozata. Diára. Bíró. Álva várta a labdát, elhozta előle Diára. Bumba. Skvárká. Bumba. Márkvárt ragyogóan. Borvető áll be ellenfelének, de nem tudja megtartani. Vera, visszapörög a labda, így még jó lehet Diárának. Kint volt már, jelzi az asszisztens. Megint kezdi átvenni a kezdeményezést az Eto. Haris. Jó látni, hogy nem vagdalkozik a szegedi csapat. Nem próbálják a lehetőségekhez mértán lapos passzokkal kihozni a labdát Stevanović tanítványai. Há, nem volt ez szabálytalan. Szerintem a játékvezető most rosszul döntött. A labdát és aztán Anton lábát találta el Haris. Tehát elsőként a labdát. Véleményem szerint tovább lehetett volna engedni nyugodt szívvel. Skvárká. Gajdos zárt vissza. Diára. Krön. Elpasszolja magát, de maradhat a labda így is a Győrnél. Vera. Anton azonnal erélyesen mutatja Verának, hogy hova mozogjon. Skvárká. Vera, összejön a háromszög végül. Diára. Lehet tovább. Tóth hagyja, hadd menjen ki, hiszen itt kirúgás. Ha minden így marad, akkor marad ötödik helyen a Szeged a táblázaton. Vera. Hát az argentin szappanopera újabb epizódját láthatjuk. Nem fér a fejembe egy olyan játékos, aki képes ragyogó megoldásokra és váratlan húzásokra, és már többször is bizonyította a meccs folyamán, hogy egy kiváló képességű futballista, az miért? Miért kezd el ennyire látványosan színészkedni? Danko Lazovic díjat nyugodtan oda lehetne ítélni. Luciano Verának a mai teljesítménye kapcsán. Na, egy újabb műesés, és lefújja ezt is a játékvezetet, egészen elképesztő. Haris megszerzi a labdát, kipillant az asszisztensre, hogy nem volt a szabálytalan, nem. És miután látja a játékvezető, hogy
ígéretes kontrát vezethetne a Szeged, közben sípol. Érdekes játékvezetői felfogás. Húsz perc van hátra a rendes játékidőből, nem enyhül a nyomás a szegedi kapun. De az eredmény továbbra is 1-1. 71. perc, nem lehetünk nyugodtak, amikor Anton végez el pontrugást. Haris takarít. Ruiz elég merészen kibandukolt a kapujából. Márkvár tört most előre, elindítva ezzel a pressinget, Szilágyi ki oldalra. Köncei. Bíró próbálja meg valahogy megkaparintani a labdát, és ez össze is jött neki. Papáronnal játszott össze. Borvető egyből tovább, kicsit hosszú lesz. Minden így marad, akkor 6 pont lenne a távolság a második helyezett Nyíregyházához képest, amely ugye feljutást érő helyen áll. Két meccs alatt ledolgozható adott esetben. De hát még sok van hátra ebből a mérkőzésből. Anton. Hiába dicsérték őt, ma is ragyogóan játszik. Krön. Bumba. Lesen helyezkedett a román játékos. És Kvárka majd fölfalja az asszisztenst. Jelezvén, hogy ő volt Lesen társa, nem? Ez most már tártalan. Gajdos engedi maga elé a labdát, de ezáltal elveszítette helyzeti előnyét. Nem talált el a legjobban Ruiz, mert még megmentheti. Na, most hirtelen gyorsan fölpattan a földről. Átadja a bedobás jogát Bíró Tóth Bencének. Harmadik perc. Nagy Zsombor. Tóth jobbal teszi középre, Borvető kifejelik előle, de még begyűjtheti Pap. Röviden tette vissza Márkvártnak. Na és akkor most ápolásra lesz szükség. Ketten is lemaradnak a földön a szegediektől. Borvető kapott a fejéhez. És ha jól látom, akkor Keresztes az a győri labdarúgó, aki szintén fájdalmakkal küszködik. Ugye fejsérülés esetén nem lehet mérlegelni, azonnal meg kell szakítani a játékot. Ennek most eleget is tett Cirkelbak Péter. Ha minden így marad, akkor azért folytatódhat, vagy folytatódik a szegediek veretlenségi sorozata, igaz, ez azt jelenteni, hogy 6 mérkőzésből 5 döntetlen lenne az eredmény sorban, ami a legutóbbi időszakot illeti. Egy változtatási lehetősége még ugye van Alexander Stevanovicsnak. A szegedi gólszerző Borvető adja el a pályát taps kíséretében, miután befejeződött az ápolás. Átmenetileg tehát mindkét együttes 10-10 emberrel, akkor, amikor bő negyed óra van már csak hátra a rendes játékidőből. Gajdos kis hián el tudta csenni ezt az átadást, Vera. Tóth jól helyezkedett, lefülelte a paszt. Bíró. Köncei kéri a jobb oldalon, Szilágyi közvetítésével el is jut hozzá. Márkvárt. Finoman tovább, Bíró. Márkvárt Gajdost keresi, és nem rossz, az összeütközik a kapus, és szépe
Felszabadítanak végül a győriek. Nem zavarba hozhatatlan ez a győri védelem, de megint lemarad az egyik vendégjátékos, megint csak ápolni kell. Jóformán még vissza sem tértek az iménti ápolásból borvetőjék, már megint áll a játék. Nem kell ápolni, mutatja Cirkelbak Péter. Való igaz, nagyon kemény ütközet volt ez Szépe, illetve Ruiz között. Megusszák egészségesen a felek. Labda ejtéssel folytatódhat a mérkőzés. Papáron. Jó a csel, Pap még mindig. Hárman érkeznek a 16-oson belül, de nem jut el középre a labda. És most figyelni, nehogy kontrázon a Győr. Krőn. Nem volt szabálytalan Szilágyi. Márkvárt. És már ki kell önmagából és pöröl a játékvezetővel. Hát legyünk őszinték, hogyha lefújta az iménti Haris labdaszerzést, akkor ezt is le kellett fújni. Márkvárt. Ezért a látottak alapján a döntetlen abszolút reális eredmény. Mindkét csapatnak voltak komolyabb helyzetei, de nem játszott alárendelt szerepet eddig a Szeged egyáltalán, sőt. Vera a földön, a labda a levegőben. Diárra húzza ki. Egyelőre nem igazán igazolta beállításának jogosságát a mali szélső. Nem maradjon is ez így. Nagy Zsombor. Bíró. Útban volt a bíró is bírónak. Szépen lassan eljutunk a meccsnek azon fázisába, amikor egy újabb gól minden bizonnyal döntőnek bizonyulhat. Van-e még annyi a csapatokban, hogy dűlőre vigyék a dolgot? Borvető. 2-23-as csatáját most a Győri nyerte. Érzi a közönség, hogy kell a bíztatás. Márkvárt méltatlankodik. Nem sok hiányzott, hogy megkaparintsa a labdát. Skvárka kikeveredett a bal oldalra. Anton. Rég volt játékban. Egy lövés. Hát a jó lövés bedobás rovatunkat láthatták. Nagy örömre ad okot ez a lelátókon. Újabb csere a győrieknél. Jön Rikelme is. Méghozzá Skvárkát váltja. Szlovák játékos helyére brazil érkezik. Nyolcvanadik perc már. Tóth Bence kezében a labda. Nem a legjobb helyre. Rikelme első labda érintéséből azonnal helyzetet is teremthet. Bíró nagyon jól vette észre, hogy üres a jobb oldalon Köncei. Csak rövid volt az átadás. Lemmarad a földön Köncei. Megy tovább a győri akció. Ott a betett labda középre. Hú-hú. Megúsztuk.
egy csere lehetősége még van Alekszandár Sztevanovicsnak. Köncei szépen lassan feltápászkodik, mire megérkezik a felmentő sereg. Ez most talán egy kicsit kifogja a szelet a Győr vitorlájából. Az utóbbi percekben megint csak kezdett magára találni az Eto. Nem feltétlenül baj, hogy áll a játék. Nagyon úgy fest, hogy nem tudja folytatni Köncei. Kővári Róbert. Áll majd be Köncei Márk helyére. Kővárinak is van közeli emléke arról, hogyan kell győztes gólt szerezni az Eto ellen. Még a 2020-21-es idényben az Eto Parkban lejátszott mérkőzésen az ő találata döntött a felek között. Érdekesség egyébként, hogy ez a két együttes eddig 10 alkalommal játszott egymással, 4 szegedi győzelem és 4 döntetlen mellett 2 győri siker született, de minden esetben az a csapat nyert, amely idegenben játszott, amikor sikerült dűlőre vinni a dolgot. Gajdos nem tudta maga elé terelni, de nagyon ügyesen visszatámad, próbálva ezáltal hibára késztetni a vendégegyüttes játékosait. Riquelme számított erre a megoldásra, Márkvárt. Kővári egyből bemutatkozott a meccsen. Szerintem nem róla ment ki, de az asszisztens másként látta. Bumba tovább fejjel, Krön. Ezúttal nem középen, hanem az oldalvonal mellett kapott labdát az osztrák csatár. Egy oldalváltás, Vera kapja a jobb szélen. Diarra. Befelé húz, Bumba sarokkal tette volna tovább. Nagy miután szerelt, feljebb parancsolja a csapatot. Vera. Ügyesen simította le mellel, Diarra. Élénkül a nyomás. Márkvárt. Hihetetlen eleganciával. Márkvárt, jajjaj, lehet, hogy ott megszakadt ebben az átvételi kísérletben. Támadásban marad a Győr, Vera élesen teszi középre, átszáll mindenki feje fölött, Krön. Márkvárt már talpon, de nagyon húzza a lábát. Nem nézett ki jól ez az iménti szituáció. Riquelme. Van 4. perc már. Győri labdabirtoklási fölény. Az utóbbi percekben nem tudott helyzetet kialakítani a vendégcsapat. Diarra. Megint csak a bal lába felé cselez. Gajdos zárt vissza rendkívül fegyelmezetten. Majd fölfalják a győri játékosok az asszisztenst. Ő most nem látott szabálytalanságot. A túloldalon pedig lehet építkezni, amíg itt még reklamál az idegen légió. Kővári. Nem jó ez a labda. Ezért papáron, játékán érződik a meccs hiány. Riquelme. Hárman is megiramodnak a vendégektől, Tóth lép bele a lövésbe. Nagyon kellett ez a blokk. Márkvárt. Kicsit most szétszakad a pálya. Újabb győri támadás. Diarra. Csak a bal lába felé cselez tulajdonképpen. Anton. Vera fáradhatatlanul robotol itt a jobb szélen. Anton. De kellemetlenül érinthette ez a labda Márkvártot.
amúgy is elkészült már az erejével, érzésem szerint Márkvár Dávid. Ez a blokk is nagyon fontos volt, és minden egyes ilyen megnyert párharc egy lépéssel közelebb viszi a Szeged csapatát egy értékes pont megszerzéséhez. Vera. Bíró, nem támadták szemből a védők a labdát, de így is megszerzik. Gajdos. Borvető, figyelni, nehogy sárga legyen. Próbálja eljátszani a nagy halált keresztes, de mehet tovább. Kővári, benne még van lendület. Faképnél hagynák Rönt. Kővári még mindig el tudott menni. A védője mellett, de aztán a szemből érkező Anton már megállította. Szilágyi. Lenne a földön az egyik győri játékos, ezért most megállítja a mérkőzést a játékvezető. Keresztes az, aki játszik nem csak az idővel, hanem a szegedi játékosok idegeivel is. Labdaejtés. Márkvárt. Szemlátomást már a múlté az iménti sérülés keresztestől, aztán Bíró pedig oda pakolt egyet, nagyon keményen, ez lap lesz. Szerencsére csak sárga. És aztán Haris is kidumál magának egy sárgát, ezt most nem kéne. Tegyük szívünkre a kezünket, ez a bíróféle megmozdulás. Láttunk már ilyenért pirosat, na, mondjuk ki őszintén. A labda már rég nem volt ott, amikor oda csúszott hátulról. 88. perc, nem szabad hagyni, hogy az indulatok a koncentráció fölé kerekedjenek. Szépe? Nagyszerű védekezés Tóth Bencétől. Hát egyelőre Tóth nagyon jó arányban nyeri a Diárrával szembeni párharcokat. A két cserejátékos csörtéje egyoldalú egyelőre. Márkvárt, Haris eladja, és ebből fordulhatnak Bumbájék. Egy lövésre vállalkozik Bumba, kijön a kapusról, ott van még Diárra. Szilágyi szorítja ki a támadót, de nem szabadul fel a kapu továbbra sem. Vera tekeri át a hosszúra, Pap csúsztatja ki, még mielőtt Viana rásuhinthatná. Izgalmas hajrára van kilátás. Viana kezében a labda. Anton. Megtalálja Krönt. Ez vajon lövés akart lenni, vagy bedobás? Szegedi bedobás lesz. Tóth Bence nem fogja ezt elkapkodni minden bizonnyal. Egy perc van már csak hátra a 90-ből. Anton. Bumba. Rikel mellől sikerül kikanalazni, Bíró nem nagyon tudja most középpályán megtartani a labdát a szegedi együttes, pedig ez nagyon jó dolog lenne. Vera. Egy Zidane csellel próbálkozott Viana. Papról ment ki. Hát a túloldali asszisztens nem fogják a szívükbe zárni a szegedi drukkerek. Bumba.
Jó a lyukra futtatás, Viana teszi középre a labdát, belelépnek a kísérletbe. Szöglet. Kővár is panolja a társakat. Nagy Zsombor pedig még az iménti szituációt kéri számon a játékvezetőn. 3 perc lesz a ráadás. Ennyit kell még valahogy kibírni. És akkor egy nagyon értékes ponttal gazdagodhat Alekszandár Sztevanovics csapata. Perc. Anton mutogatja a többieknek, hogy hova kéne mozogni. Élesen a kapu elé küldi, Tóth csúsztatja ki a hosszú oldalon. Sztevanovics, ha tehetné, bemenne a pályára segíteni. Erre azonban nincs mód. Szépe. Tovább tudja tenni. Anton a jobb lába felé cselez, a beadás gondolatával kacérkodik, de inkább csak hátra teszi. Keresztes vallal. Szépe emelkedik a hosszún, Tóth fejeli ki. Bumba a ballal csavarint egyet kapu fölé. Érezte Molnár Farkas, hogy nem kell közbeavatkoznia. Túlságosan alányult a román játékos. Egy perccel közelebb a pontszerzéshez a Szeged. Gajdos elvéti. Haris, kicsit útban volt most Gajdos, de aztán jól visszatámad a labdavesztést követően Haris. Viana az átvétellel becsapta Papot, Szilágyi Papáron elveszíti, nem a legjobb helyen, Rikelme, Bumba, lövésre bíztatják, inkább a beadás mellett döntött, na ezért kár volt, háttal volt a kapunak, a győri játékos már tovább tette a labdát, amikor Kővári odapakolt. Ez most egy ajándékba kapott lehetőség a ráadás utolsó percében. Perc. Könnyen lehet, hogyha ez sikerül kibekkelni, akkor már zsebben az az egy pont. Kapura küldi, kiöklözi Molnár Farkas. Itt a vége a mérkőzésnek. A Szeged Csanád Grosics Akadémia egy fegyelmezett, kompakt játékkal egy pontot itthon tart a listavezető Eto FC Győrrel szemben. Alekszandár Sztevanovics fiai borvető árongójával szereztek vezetést az első félidőben. A második játék részben azonban keresztes találatával egalizált a Rába parti alakulat. Megvolt a helyzete a Szegednek ahhoz, hogy eldöntse a találkozót, de ha őszinték akarunk lenni, akkor a Győr előtt is adódott jó néhány sanc a győzelem megszerzésére. Így aztán igazságosnak mondható döntetlen született. Jövő héten Soroksára látogatnak a kékfeketék. Én addig is megköszönöm megtisztelő figyelmüket és búcsúzom. Még egyszer tehát a végeredmény. Szeged Csanád Grosics Akadémia, Eto FC Győr 1-1. Viszont látásra, viszont hallásra.